Hát most nézzetek oda, mi érkezett. Egy számítógépház. És tekintve, hogy igencsak építős kedvemben vagyok, szerintem itt az idő, hogy rikkentsünk bele egy jó kis gépet. Előtte azonban, bontsuk ki! A CMT340 Plus egy edzett üveg oldal és előlappal szerelt az átlagnál rövidebb géphez, ami ATX alaplapok és ATX tápegységek befogadására alkalmas. Mi miatt azonban bármit csinálnánk, hámozzunk! Az üveg, illetve a fém oldalpanelek kézzel is hajtható, nem az oldallabban benne maradó csavarokkal vannak rögzítve. Ez amúgy érdekes, mert ilyen az alkatrészben maradó csavarokat fogunk találni az SSD tárolóknál. Lényegtelen. Gépházunknak az oldalait eltávolítva hozzá is férünk a kiegészítőkhöz. Kézikönyv, egy zsák csavar és egy tápegységadapter. Emellett még kapunk hozzá négy darab zip -tájt, vagy gyors kötözőt, de ezeket nem találtam meg az acskóban. Ez azért van, mert ezek szét voltak szóródva a gépházon belül, különböző helyeken volt egy ott a tápegységnek a helyén, volt egy beleakadva a ventilátorba, ami biztos vagyok benne, hogy nem tett volna neki, ott, hogyha beindítom a gépet, hogy mielőtt megtalálom. Valamit javítani kéne a kiegészítőknek a csomagolásán. Mondjuk ne egy nejlon legyenek belerakva, amit kiukasztotok ahhoz, hogy az legyen fogadva a gép oldalához. Ha már egyébként említettem a ventilátorokat, hármat kapunk elő, illetve egyet hátul, és mindannyian előről hátrafele tolják az oxigént. A legnagyobb problémám ezekkel egyébként az, hogy mindegyik Molex csatlakozót használ, ugye az a négylábú régi csatlakozó, ami több problémát is felvet. Az egyik, hogy mindenképpen használnunk kell moduláris tápegység esetén olyan kábelt, amin van Molex tápellátás, Yikes. A másik negatívum pedig, hogy ugye ezeket a ventilátorokat nem fogjuk tudni vezérelni, mert ezek vagy kapnak áramot, vagy nem kapnak áramot, tehát ezeknek van egy sebességük, és nyasgem. Mondjuk legalább van bennük RGB világítás, ami egy a házba épített RGB hubba fog beleérkezni, erre majd egy kicsit később. A számítógép tetején található előlapi csatlakozóink, kettő darab USB 3.0-es gödörben, valamint egy fejhallgató és egy mikrofon jackben fognak kimerülni, emellett már csak az állapotjelző ledjeink vannak itt, valamint a bekapcsoló gomb és a reset gomb. Magán a házon belül minden tökéletesen le volt kezelve és le volt festve, semmi nem volt éles és vágta meg a kezemet, minden rendesen ki volt alakítva, és a PCI Express bővítő nyílások is csavarra vannak a helyükön tartva, nem kell őket kitörni, hogy utólag majd levágjuk az újunkat, amikor ott keresztül akarunk nyúlni valamiért. Az SSD foglalatok egy kicsit nehezen akartak egyébként a helyükre ülni, azzal nem voltam nagy barátságban, ezzel szemben viszont a teljesen szerszámmentes rögzítése a merevlemezneknek szerintem a sikerült. A gépnek az és a közben egyébként minden flottól ment. Az alapból benne lévő kábeleknek a hossza elegendő, illetve a legtöbb kivágás is szerintem tök jó helyen van. Az egyik olyan problémám, amit feltűnt, hogy az alaplap mellett lévő nyílásokon semmiféle takarás nincsen, tehát ugye hátra látunk a kábel rengeteghez, mondjuk legalább minden kábel alapból fekete, szóval nem lesz annyira virító az, amit ott hátul látunk, de mégiscsak jobb lenne, ha lenne valami. Illetve én jobban örülnék, hogyha valamilyen PCI Express áramellátás gödör lenne egy kicsit közelebb a gép elejéhez, hogy egy rövidebb kábellel tudjunk ugye áramot adni, mondjuk a videókártyánknak. És hogyha már videókártyáról beszélünk, a maximális befogadó képessége ennek a háznak, azt mondom, hogy bármekor a videókártyát megenged. Nincs az a videókártya, ami ebbe a házba ne férne be. Mivel bár sokkal rövidebb, mint egy átlagos gépház, az elejében nincsen semmi, aminek kellene a hely, ennél fogva pedig Nincs nagyon limit azzal, hogy mekkora kártyát raktok bele. Ez volt az a pont, amikor gyakorlatilag elkönyveltem magamba, hogy jó volt ezzel a gépházzal dolgozni, mert nem volt semmilyen probléma. Ekkor pedig elvágtam vele a kezemet. Igazából ezt a három ujjamat sikerült felmetszenem. Úgy történt, hogy az oldalának, az üveg oldalának a kis fém rögzítője, az nincsen rendesen lekezelve, és ott, ahol meg tudjátok fogni, hogy levegyétek a gépházról, az ott olyan éles, hogy mind a három ujjamat sikerült elvágnom, főként egyébként a mutató ujjamat, ami tök jó, mert ugye a domináns bal kezemen lévő mutató beszélünk, amit csak úgy mindenhez használok az életemben, szóval ez, ez tök szuper volt. Hála Istennek nem a szétszerelés, vagy mondjuk a, a számítógép megépítése közben történt ez, hanem csak az utólagos hőmérséklet tesztelés közben, szóval csak a legvégén kaptam meg ezt az igencsak savanyú szájészt és ha már a hőtesztelés, most muszáj volt valamilyen szinten hőtesztelnem ezt a gépet, mivel ha megnézitek, az előlap és a gépház között van kb. 4-5 mm üres tér, ugye egy körbe, és ezen keresztül kéne, hogy bemenjen a levegő, mert máshol nem nagyon tud bemenni a levegő a gépbe, ne felejtjük, elől vannak a ventilátorok rajta. A tetején van egy egészen jó kis grill, ugye egy porszűrővel, technikailag ott is be tud menni az oxigén, bár mondjuk a légáramlása az valószínűleg ott inkább kitolja majd a, levegőt, illetve hogy a bent lévő meleg levegő az inkább ott fog kifele, fölfele eltávozni, és bizony lesz ott meleg levegő elég rendesen, ez az üveg előlap, ez olyan szinten megfújtja a rendszert, hogy még egy teljesen normális be quiet toronyhűtővel is sikerült 100 fokosra fűtenem egy 12 500 i5-ös processzort, illetve igencsak kellemetlen melegségbe ment föl a videókártyám is. A gépház sajnos dizájnjából fogva nagyon durván melegen fogja tartani az alkatrészeket, és nyilván minél melegebb hónapokat nézünk az évben, ez annál csak rosszabb lesz, ami nyilván al alkatrész túlmelegedéshez, illetve konkrétan hangosabb, idegesítő ventilatorsegességhez fog vezetni mondjuk nem a gépbe épített ventilátoroknál, azokat továbbra sem lehet vezérelni. De említett ventilátoraink legalább jól néznek ki, hogyha benyomom most a gépet, akkor meg tudjátok nézni, hogy nagyon kellemesen néznek egyébként ki. És a gépnek az elején, illetve az oldalán lévő sötétített edzett üvegen keresztül szerintem kifejezetten jól nézkező megvilágításuk. Egy ilyen egészen kis kellemes megjelenést adnak a gépnek. Ez nem tudom, hogy mennyit javít egyébként a helyzetén, a hőmérséklet terén, de hé, legalább jól néz ki. Ahogy említettem, egy beépített RGB van vannak csatlakoztatva ezek a ventilátorok, és van vagy négy és fél különböző opciótok, szóval mire megtaláljátok azt, amit szeretnétek, addigra lerohad a kezetek, és nem nagyon volt lehetőség, legalábbis én nem láttam, hogy lett volna lehetőség rákötni ezeket a ventilátorokat a habon keresztül, mondjuk az alaplapra, hogy onnan vezéreljük, szóval... Ja, ez is egy megoldás, nem a legelegánsabb, én jobban örülnék valami szoftveresen vezérelhető solutionnek, Na. Megszakítom adásunkat, ugyanis ide nézzetek, mit találtam. Ez itt nem más, mint egy ilyen kis VDG jelzésű ö, csatlakozó, alaplapra lehet rádugni, és akkor ez vezérelhető az alaplappal, valamint egy ilyen ö, kisebb ö, RGB csatlakozó is van, hogyha olyan alaplapotok van, amin ilyen csatlakozóval tudtok hozzáférni egy RGB cuccokhoz, de ez az, ez az egység, ez konkrétan vezérelhető, csak nem néztem át eléggé jól. Úgyhogy elnézést kérek, kedves FSP, buta vagyok. Ö to to tovább a videóval. Ez a gépház egyébként már nem is olyan túlságosan olcsó. Maga 40-45 ezer forintos árával már egészen borsosnak tekinthető, ami gépházakat illet. És ezért a árért én már nem tudom neki sajnos elfogadni azt, hogy tehát molex kábeleket használunk a ventilátor áramellátásra, hogy elvágja a kezemet az oldallap, illetve hogy megpróbálja aktívan meggyilkolni a benne lévő alkatrészeket azzal, hogy megpróbálja őket megfojtani. A tápegységünk egyébként ebben a gépben egy Hydro K Pro szintén az FSP-től, annak is egy 850 wattos variánsa. A táp 80 plusz bronzos minősítés kapott, valamint a szokásos FSP-s jóságot is megkapjuk benne, mint az egyedüli 12 voltos sína stabil áramellátásért, vagy a teljesen fekete kábelezés a legtisztultabb megjelenésért és bár ez nem egy moduláris tápegység, mint ami egyébként nekem a szívem csüske, és amit én jobban preferálok, ma azért önnek is egy-két jobb a tulajdonsága, mint például a hidraulikus felfüggesztés használó 12 cm-es ventilátor, ami egyébként elméletileg sokkal jobb élettartalmal fog rendelkezni, mint egy átlagos hétköznapi ventilátor. Illetve egy halkabb működést is ad a gépnek, ami erre a gépre mindenképpen ráfér. Ez a tápegység egyébként olyan nagyjából 30 ezer forintba kerül, és hogyha engem kérdezzek, ez nem egy olyan rossz ajánlat. Szóval ebben a videóban kettőből -e egy FSP. Kettőből -e egy. Hatalmas köszönetet szeretnék mondani az FSP-nek, amire jutották hozzám ezt a gépházat, amiben tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot. Illetve ö, én itt most így kimondom, hogy én reménykedem abban, hogy ez a gépház ez ö, valamilyen módú átmunkáláson fog átesni, és a jövőben kiadnak ebből egy olyan verziót, ami megoldja azokat a problémákat, nem problémákat, problémákat, amiket most felvetettem vele kapcsolatban. Egyelőre ez egy nagyon jó kinéző gépház, aminek van egy-kettő igencsak feltűnő és problematikus tulajdonsága. Reménykedjük, hogy jövőben ezeket sikerül kikupálni. További szép napok mindenkinek, legyenek jók, és sziasztok!